Több egzotikus állat is található az omborhoz közeli magánrezervátumban, ahol papagájok, majmok, őzek és medvék békésen élnek együtt több madárfajjal. Milán Miric 30 évvel ezelőtt álmodta meg ezt az oázist azért, hogy az állatoknak jó legyen. Ezért nincs is sok korlátozás, az állatok szabadsága érdekében minimálisra vették a ketrecek és a kerítések számát. Szarvas madár madárfélékből van jócskán nálunk, ez most divatos a világban. De vannak kígyászkesejük is. Egyedülinek számítanak Európa ezen részén, csak nálunk élnek. Tudomásom szerint a világ három állatkertjében szaporodnak. Meg persze nálunk. Nagyon ritkák, igencsak attraktív madarak is érdekesen táplálkoznak. A lábukkal ütik le a táplálékukat és fogyasztják el őket. Kígyókkal táplálkoznak. Milán azt mondja, minden állatot a gyermekeként kedvel, és mindegyiknek megvan a saját története. Szeretne még pár ritka egyedet beszerezni, de ez még várat magára, hiszen túl bonyolult lenne a járványhelyzet miatt a szállítás is. A fekete gúlyák csak nem 30 évvel ezelőtt raktak először tojást nálunk. Elsőként szaporodtak tehát nálunk zárt helyen, állatkerti körülmények között. Az idén is vannak tojások a fészekben, a kicsinyeket pedig elajándékozom. Kapott már a palicsi és a belgrádi állatkert is tőlem fiókát. Jó az együttműködés a környező állatkertekkel, a hazaiakkal is, de a Veszprémi, a Budapesti és a Nyíregyházi állatkerttel is. A küllődi állatkertet nyugodtan nevezhetnénk vadasparknak is, ahol a legattraktívabb és legkedveltebb állatok a flamingók és a fekete hattyúk.